Az Aranyemberdíj Bizottság döntése alapján a Tarsa Ifjúságért Egyesület főutcai otthonában ünnepélyes keretek között ebben az esztendőben is átadták az aranyemberdíjakat, amelyet a római szerződés 1957. március 25-i aláírásának évfordulója tiszteletére adományoznak, az arra érdemes személyek és szervezetek részére. Az Európai Polgári Kezdeményezés díj váltotta ki ennek az Aranyember díjnak a megszületését. Úgy gondoltuk, hogy mi itt helyben is megtalálhatjuk azokat az embereket, akiknek az életútja, tevékenysége, társadalmi hozzáadott értéke az európai értékeket tükrözi. Ez ennek a díjnak az alapja, ez a kiválasztás szempontja. Minden évben megkapja egy nő, egy férfi és egy kiválasztott társadalmi közösség. Az idei díjazott Gerő Katalin a szociális gondolkodással, a társadalom összeillesztésével töltötte az egész életét. Kocsis Balázs művészete összeköti a múltat és a jelent, amelyek a környezetvédelem jegyében is sokat jelentenek városunk számára. A Krajcáros Alapítvány pedig 3 évtizede egy olyan társadalmi közösséget alkot, akiknek mindennapos tevékenysége a béke üzenetét hordozza. Úgy gondolom, hogy az idei évben minden fehérvári és minden Fehér megyei és minden magyar is akár büszke lehet arra a 3 jelöltre, Gerő Katalinra, Kocsis Balázsra és a Krajcáros Alapítványra, amit Németh István vezet, mert ezeket az értékeket értünk, képviselik és értünk a gyakorlatban is megvalósítják. A bensőséges hangulatú ünnepség megerősítést nyújtott a közösségekért dolgozóknak. A 21. században minden eddiginél nagyobb szükség van azokra, akik a hétköznapokat is ünneppé tudják tenni.